A közigazgatás reformjának eredményeképpen január elején az országban 175 járás, Budapesten 23 kerületi kormányhivatal kezdte meg működését. A közigazgatási és államigazgatási feladatok ellátását a nagyvárosokban kormányablakok segítik. Megyékben 10 járás alakult, a Várpalotaihoz a városon kívül 7 település tartozik még, Pétfürdő, Berhida, Ősi, Öskü, Jásd, Tés és Vilonya. A járási hivatalok az okmányirodai ügymenetek mellett bizonyos eddigi edzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat is átvettek. A járási hivatal kialakításának alapvető célja, hogy az állampolgárokhoz minél közelebb tudja az állam nyújtani azokat a szolgáltatásokat, amelyekért maga az állam felelős. A járási hivatal tulajdonképpen ténylegesen csak is államigazgatási hatáskörbe tartozó feladatokat lát el, ezek pedig a következők. Amivel minden állampolgár találkozik, az tulajdonképpen az okmányirodai feladatkörök összessége. Ez azt jelenti, hogy az okmányirodában végzett feladatok közül minden átkerült a járási hivatalhoz, ami eddig a jegyző hatáskörébe tartozott, a személyes okmányoktól a jármű igazgatáson át egészen a vállalkozási ügyek intézéséig. A másik fontos terület, ami átkerült a járási hivatalhoz, ez a gyermekvédelmi igazgatás. Tulajdonképpen a jegyző hatáskörébe tartozott eddig a gyámhivatal működtetése. Itt legfőképp a átmeneti tartós nevelt gyermekek gondozása, illetőleg az ővelük kapcsolatos feladatellátás, aztán a gondnokolt személyekkel kapcsolatos ügyintézés, vagyoni ügyek, otthonteremtési támogatás, utógondozás, családbafogadás és a többi és a többi. A jegyzői gyámhatósági feladatok közül a védelembevétel és az iskoláztatási támogatás is a járáshoz került. Emellett 4 szociális terület ügyeinek intézését is a hivatal végzi. Az ápolási díj, a közgyógyellátás normatív és alanyi része, az időskorúak járadéka, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. Január 1-től szabálysértési ügyekben is a járáshoz kell fordulni, valamint a munkaügyi kirendeltség is a hivatal alegysége lett. És így a járási hivatal felépítése a következőképpen néz ki. Van egy törzshivatal, ebbe tartozik maga az okmányirodai osztály, illetőleg a hatósági osztály. A törzshivatali részen kívül pedig 2 szakigazgatási szerv van a Várpalotai járási hivatalban, ezek a járási gyámhivatal és a járási munkaügyi kirendeltség. Bár az átalakítás komoly szakmai kihívást jelentett a hivatal dolgozóinak, dr. Ferenc Kornél hangsúlyozta, ez az ügyfeleket nem érintette hátrányosan. Reményeim szerint az állampolgárok nem vettek észre sok mindent ebből az átállásból. Természetesen a háttérben nagyon nagy munka zajlik, hiszen új rendszereket kellett beállítanunk, amelyek akár az informatikai, akár a egyéb bázisainkat képezik, nyilvántartási és a többi, de ugyanúgy fogadtuk az ügyfeleket már az első január 2-ai napon, minthogyha mi sem történt volna. A járási hivatal nyitvatartási ideje a következő. Hétfőn és csütörtökön 8-tól 16 óráig, szerdán 8-tól 17 óráig, pénteken pedig 8-tól 12 óráig várják az ügyfeleket. Keddenként az ügyfélfogadás szünetel. Fontos tudnivaló az is, hogy az ügyintézéshez nem kell előzetesen időpontot kérni, de ha valaki mégis szeretne, arra is van lehetőség az eddig megszokott módon, telefonon, interneten keresztül vagy személyesen. Dr. Ferenc Kornél továbbá elmondta, a tervek szerint 2013. október 1-től Várpalotán és Berhidán kormányablakok kerülnek majd kialakításra, ahol reggel 8-tól este 8-ig lesz lehetőség az egyablakos ügyintézésre.